Jó estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a Háttér második részében. A vendégem Obbágy Csaba önkormányzati képviselő, aki a legutóbbi választáson listáról jutott be a képviselőtestületbe, a Fidesz-KDNP színeiben. Köszöntöm, képviselő úr, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Legutóbb egy éve volt nálunk, ugye március 9-én itt a stúdióban. Úgy tudom, hogy azóta sok minden történt Önnel. Pontosabban olyan dolog is történt Önnel, ami igazán boldoggá tette. Hát, ha rögtön ezzel kezdhetünk, ezt megköszönöm. Valóban 2020. november 6-án megszületett az első unokám, Ábel, és az egy felfoghatatlanul boldog érzés. Én eddig nem értettem a nagyszülőknek az örömeit, most már tudom, hogy mit jelent. Fantasztikus. De hát persze volt nem csak örömteli, hanem kevésbé örömteli dolog is az elmúlt időszakban, hiszen én rám és a környezetemre éppen ugyanúgy hat a vírus helyzet, illetve abból fakadó korlátozások, mint mindenki másra. Szeretnénk túl lenni már ezen, szeretnénk, ha vége lenne, ezért én magam is alig várom már, hogy túl legyek az oltáson, és erre biztatok mindenkit. Ilyenkor mindig meg szoktam kérdezni azoktól, akik listáról jutottak be, hogy egyáltalán ők mit tehetnek a városért, mi egyáltalán a dolguk. Bevallom, hogy mielőtt ide készültem, megnéztem az előző hétfői adásokat, hogy a képviselőtársak miről és mit beszéltek, és egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy teljesen eltérő más egy területi képviselő és egy listás képviselőnek a feladata. Látszólag a területi képviselő az, akinek rengeteg feladata, súlyos problémák vannak, amit a lakosság érdekében azonnal meg kell oldani. Ez nagyjából így is van, hiszen nekik reflektálni kell a felvetésekre, meg kell oldani lehetőleg gyorsan a lakosság által jelzett problémákat. Tehát ők napi kapcsolatban kell, hogy legyenek, de az adott területen élőkkel, akik rájuk szavaztak. A listás képviselőknél az egész város az, ahonnan jelzéseket kaphatunk, és egyikre sem mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk illetékesek, tessék máshoz fordulni. Ilyen esetekben azt gondolom a helyes az, hogyha vagy rögtön a adott intézményhez, céghez fordulunk a felvetéssel, vagy a ottani illetékes területi képviselőhöz. Az én esetemben volt is ilyen az elmúlt időszakban több lakossági megkeresés is, amikor Csuzza Gáborhoz fordultam, és meg kell mondjam, hogy egyébként napokon belül ezek a felvetések vagy problémák meg is oldódtak. Azt is el kell mondjam, hogy a listás képviselőknek természetszerűleg erősebb a kötődése azokhoz a delegáló szervezetekhez, akiknek köszönhetően a önkormányzati testületben foglalunk helyet, jelen esetben, az én esetemben ez a Fidesz-KDNP. Mi rendszeresen tartunk frakció megbeszéléseket, és elég gyakran egyeztetünk Rész Gábor képviselő úrral is. Azt is várójelben megjegyzem, hogy most a vírus helyzet miatt a Kereszténydemokrata Néppárt szokásos éves országos választmányülése elmaradt, ugyanakkor sikerült találkoznom országos vezetőkkel, politikusokkal, ami számomra mindig egy felemelő érzés, és mindig erőt ad. Taggyűlést azt nem tudtunk tartani az elmúlt időszakban, de tartjuk egymással a tagsága kapcsolatot, telefonon, interneten, van akikkel személyesen, hiszen egy értékközösséghez tartozni az mindig jó, az mindig öröm, az mindig erőt ad. Mindezeken túl egyébként a Vasvárúti KDNP irodában én hetente megtalálható vagyok. Ha mondhatok egy mondatot Várkonyról is, igyekszem tiszteletben tartani a választási eredményt, és nem beleavatkozni a területi képviselő munkájába, de normális esetben azért egy család életében, ha van iskoláskorú gyerek, akkor maga az iskola az központi helyen van. Egyébként is jellemző rám, hogy minden reggel a kapuban várom a kisdiákokat, illetve néha a szülők is jönnek, így hát információm az bőséggel akad. Olyan is előfordult, amikor konkrétan például nem volt gyermekorvos, éppen a vírus helyzet miatt, akkor ezt nem a területi képviselő felé jeleztem, hanem magam jártam
utána a dolgoknak, és sikerült is hamar megoldani ezt a problémát. Hát nyilvánvalóan az elmúlt évek, évtizedek azért számos tapasztalatot hoztak önnek, hiszen ennek a térségnek, amiről most beszélt, jó néhány cikluson át a képviselője volt. Ez a politikai pályafutás, ez mióta is tart? 1990-től, mondhatni az önkormányzatiság kezdetétől. Volt két ciklus, amikor szintén listás képviselő voltam, de egyébként a területnek a területi képviselője. Hogyan látja egyébként az eredményeket, hogyha ilyen szempontból nézzük az elmúlt egy évet? Hát én eléggé pessimista vagyok, ha sikerekről vagy eredményekről van szó, mert én ezeket nem látom. Tehát én azt kell, hogy mondjam, és sajnos nem csak én, hanem akik előttem már a hasonló adásokban szerepeltek, hogy nincsenek eredmények. Tulajdonképpen igazából nem történt semmi egy év alatt. Lehet itt a kormányra hivatkozni, lehet a vírushelyzetre hivatkozni, de előre lépés nincs. Az, hogy történt néhány salakos parkoló kiépítése vagy elkészítése, az, hogy legajaszták a fákat, az, hogy a vízelvezető árkokat kitisztították. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen méretű város életében ezek napi rutin feladatnak számítanak, vagy kellene, hogy számítsanak. Tulajdonképpen az OVSZ-t akkor is el kellett volna, hogy végezze, ha nem is lennének képviselők. Hiszen a közfoglalkoztatottaknak, illetve a dolgozóknak értelmes munkát kell, hogy adjanak, működnie kell a városnak, tehát ezek nem komoly eredmények. Ezért én azt mondom, hogy nem látom sikeresnek az elmúlt egy évet. Viszont, vagy ugyanakkor, azt kell mondjam, hogy rossz a közbiztonság, és sajnos ezt most már személyesen is meg kellett, hogy tapasztaljam. Csépányon van egy kis telkem, és 4 alkalommal törték fel ezt a kis kerti házat. 3-szor rendőrségi feljelentést tettem, de minden esetben eredménytelenül szüntették meg a nyomozást. Tehát én most már saját bőrömön is tapasztaltam, hogy a közbiztonsággal gond van. De ugyanígy jelzik szerte a város minden részéről azt, hogy gond van a buszközlekedéssel, hogy az elégtelen. És hát autós emberként, aki naponta a munkahelyre és kocsival jár, nem is kell nagyon ragozni, hiszen mások elégedetlenségét is olvashatjuk, az utak szinte már járhatatlanok. Néha azt gondolom, hogy már nem is autóval, személykocsival kéne járni a munkahelyemre, hanem traktorral, mert ott azokon a területeken, ahol szennyvízberuházás volt, konkrétan a Megcsei úton szinte járhatatlan már az út. De lehetne említeni a kóborkutyák ügyét is, hogy ebben sem történt igazán érezhető előrelépés. Éppen Farkas Péter Barnabás mondta, az alpolgármester egy hasonló műsorban, hogy a túlélésért küzd a város. Szó szerint ezt mondta, sajnos ezt érezzük, ezt érzékeljük, meg azt, hogy egy folyamatos leépülésnek vagyunk a részei. Nem pénzkérdése ez egyébként, amiket elmondott, tehát nem amiatt van ez? Egy része igen. Egy része pénzkérdés nyilvánvaló, másik része meg szervezés kérdése, tervezés kérdése, és sokszor ezt hiányolom, az előrelátást, a tervezést, és néha úgy látom, hogy ilyen adhok dolgok működnek, és várunk mindig valamilyen állami segítségre, valami olyan pályázatra, amiből majd aztán lehet látványos dolgokat megcsinálni. Nem látom az előkészítő munkát, az alapos tervezést. Beszélünk majd még a költségvetésről, de előbb beszélünk egy kicsit a pandémiáról, hogy azt hogyan éli meg, vagy egyáltalán hogyan látja ezt a kérdést. Hát úgy gondolom, mint mindenki más, rendkívül sajnálatosnak éljük meg, hiszen emiatt elmaradtak olyan országos, városi vagy területi rendezvények, amiket korábban megszoktunk, vagy amire számítottunk. Hadd mondjam, hogy mi a kereszténydemokrata társaimmal jó néhányan készültünk például a Eucharisztikus Világkongresszusra Budapestre, ami az ismert helyzet miatt elmaradt, illetve átütemezésre került. De hát megszoktuk azért a városi rendezvényeket, amitől város a város. Ezek is rendre elmaradtak, vagy hagyd mondjam, amilyen személyes kötődésem van, hiszen én indítottam útjára, hogy tavaly éppen a
elnézést, a 25. Sajóvárkonyi napokat terveztük megrendezni, és hát a vírushelyzet keresztül húzta a számításainkat, ez nem valósulhatott meg, de a Hősök napi rendezvény, a karácsony ünnepsége, aztán a bulik és bálok mind-mind rendre elmaradtak, ez rendkívül sajnálatos, és nagyon sajnálom azokat a fiatalokat, akiket talán különösképpen sújt ez az éjszakai kijárási tilalom, talán nekik nehezebb ezt elviselni, mint az én korosztályomnak. Az biztos, hogy nehezebbé vált a kapcsolattartás is, de én örülök annak, hogy templomba még járhatunk. Mivel említettem, hogy megnéztem az előző műsorokat, és láttam, hogy képviselőtársaim jelezték, hogy ők mit tettek, vagy mivel segítettek a pandémia ellen, a helyzet ellen, hadd mondjam én is, hogy szerintelenül, hogy mintegy 1000 darab szájmaszkot én is eljuttattam 4 történelmi egyház vezetőihez még 2020 tavaszán márciusában, illetve az igazgató kollégáknak vittem néhány darabot segítségül, és a Romber Alapítványunk is több intézményhez és szervezethez juttatott el hasonlóképpen ilyen maszkokat. Az én meglátásom az, hogy a jelenlegi kormány, mint egyéb területet is, jól kezeli ezt a vírushelyzetet. Arra törekszik, hogy a lakosság átoltottsága mielőbb megtörténjen, és én magam is erre biztatok mindenkit. Mennyire bírják még egyébként az emberek az ön meglátása szerint ezt a bezártságot és ezeket a szabályokat? Itt ugye említette a fiatalokat is, akik nem tudnak megélni olyan dolgokat, amit ebben a korban kellene megélniük. Én azt látom, hogy törvénytisztelők, az emberek többsége mindenképpen. Mondjuk a maszkot azt az intézmények 150 méteres körzetében nem szigorúan hordják, és ennek az ellenőrzése sem történik meg. De azért a kijárási tilalom és úgy a szigorúbb szabályoknak a betartása szerintem fegyelmezetten történik. Én ezt tapasztalom. De szeretnénk túl lenni már ezen valamennyien. Nyilvánvalóan. Beszéljünk akkor a pénzügyekről, a költségvetésről, hiszen a napokban fogadtál a polgármester, ugye most önmaga, és alkották meg a rendeletet ezzel kapcsolatban. Hogy látja ezt a kérdést? Ha megengedi, akkor előtte tennék még vagy két megjegyzést. Az egyik a polgármester úrnak a vastagon hírértékű jelzése vagy bejelentése a ászvizsgálattal kapcsolatban. Az elmúlt időszakokban több ilyen ászvizsgálat, állami számvevőszéki vizsgálat volt a önkormányzatnál, a mi időnkben is volt ilyen, ezt polgármester úr is elmondta, ezért én nem nagyon értem, hogy ez mitől hírérték. Az, hogy a Városházán nincs korrupció, hogy normális mederben működnek a dolgok, én azt gondolom, hogy ez a természetes. Nem gondolom, hogy ez hírérték. És hadd jegyezzek meg még egy dolgot. Most, hogy a költségvetés kapcsán, a polgármester úr is látja, hogy a országgyűlési képviselő és a kormány segítsége nélkül nem majd fejlődni nem tud a város, hanem még működtetni sem lesz képes a várost. Hát úri modorra váltott, és intelligens, kulturált módon kommunikál, itt a városi televízióban mindenképpen. De ugyanez a polgármester az interneten, más fórumokon, hadd ne nevezzem nevén, egészen más stílusban bántja, szidalmazza azt azokat, akiktől segítséget vár. Ezt a kettősséget, ezt én nem értem, ezt furcsának tartom és elfogadhatatlannak. És akkor a költségvetésről hadd mondjam, hogy én nem tartom hitelesnek a tájékoztatást mindaddig, amíg a haveroknak kiosztott pénzeknek nem történik meg a felülvizsgálata. Talán mindenki emlékszik rá, hogy a választást követő első testületi ülésen a bizottsági tagoknak a létszámát a polgármester javaslatára fölemelték, a felügyelő bizottsági tagsági díjakat, a juttatásokat pedig volt, ahol ötszörösére emelték, ami jeleztük akkor is, hogy indokolatlan. Tehát én úgy látom, hogy itt van még tartalék, és ezt fölül kell vizsgálni, ezt hozzá kell nyúlni.
Másrésztről nem tartom hitelesnek a költségvetéssel kapcsolatos siránkozást egészen addig, amíg a nagy nyilvánosság nem kap választ arra, hogy hova tűnt az az 1 milliárd forint, mire lett felhasználva, amit 2016-ban a polgármester úr büszkén kommunikált, és mondta, hogy stabil lábakon áll a városi költségvetés, van 1 milliárd tartalék. Most azt mondja a legutóbbi adásban, hogy szükséges volna egy 30 éves hókotrónak a kiváltása, a lecserélése, hogy a óvja el tudja látni a téli feladatát. Ezzel mindenki egyetért, de akkor, amikor volt 1 milliárd, akkor nem éppen ilyen beruházásokra kellett volna azt fordítani, ami maradandó, ami a város működését hosszú távon segíti. Tehát itt még úgy érzem, hogy ezzel adós a polgármester úr, de azért hagyd mondjak egy pozitívumot is, amit én többször feszegettem az elmúlt időszakban, ez pedig a közvilágítás fejlesztés. Ahogy mondtam, én is autóval járok, nyilván már lassan a koromnak is köszönhető, hogy este sötétben nagyon veszélyesnek tartom a zebrák megközelítését, a zebrák kivilágítását. És ezt több esetben testületüléseken is felvetettem, és mindig ígéretet kaptam rá, hogy már most hamarosan az egész város közvilágítás fejlesztése megoldódik, a zebrák is. A tavalyi évben is volt 2 millió forint, ha jól emlékszem erre a célra elköltve, most is benne van, én ezt üdvözlöm, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha már ez nem csak ígéret maradna, hanem legalább a zebráknak a környezetében egy erősebb világítás lenne. Még a költségvetéssel kapcsolatban egy kérdés, hogy ezek a kieső adóbevételek, amik ugye a járványhelyzet miatt kerültek elvonásra, ezek hogyan kompenzálhatók egy ilyen jellegű városnál, mint Ózd? Azt kell mondanom, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt 30 évben korábban is voltak ilyen hullámvölgyök, vagy mély pontok a város életében. Korábban is küzdöttünk pénztelenséggel, de egyszer sem oltottuk le a városi karácsonyi díszkivilágítást, egyszer sem durcáskodtunk, nem sértődtünk meg, hanem a szakemberekkel, az ő véleményükre alapozva úrrá lettünk mindig a kialakult helyzeten. Itt is, most is ezt az utat kell járni, ezt kell keresni. Én nem mondom, ez járhat megszorításokkal, átmeneti nehézségekkel, arra vigyázni kellene, hogy munkanélküliséggel, munkahelyek megszűnésével ez semmiképpen ne járjon, és hát nem igazán kell támadni azt, akitől segítséget remélünk, erre az előbb is utaltam. Végül pedig beszéljünk arról, hogy képviselő úr milyennek látja a város jövőjét. Hát én síralmasnak, hogy őszinte legyek, jelen pillanatban én azt látom, hogy a fiatalok elvándorlása az nem állt meg, az folytatódott, sőt a város lakosságának a fogyása sem állt meg, tehát egyre kevesebben vagyunk. Ma egy hete mondta azt itt ebbe a stúdióba a polgármester úr, hogy nincsenek már álmok, nincsenek már álmodók sem. Én azt hiszem, hogy itt az ideje fölébredni, neki is, de a város lakosságának is. A város helyzete nyilván összefügg az ország helyzetével. A mi meggyőződésünk az, hogy az ország jó kezekben van, hiszen a határok védelmét ez a kormány megoldotta, a vírus elleni védekezés eredményes, és olyan családpolitikát vezettek be, ami Európa szinten is példaértékű. Ezt most már mint nagyapa is, hogy erősítsen meg. Ezért én úgy gondolom, hogy 2022-ben meg kell erősíteni ezt a kormányt, és nagyon őszintén mondom, hogy meggyőződésem, hogy Óznak is, és az ózdiaknak is ez az érdeke. Gratulálunk mi is az unokához. Jó munkát kívánunk önnek, és jó egészséget. Köszönöm, hogy itt volt. Viszont kívánom, köszönöm szépen. Ez volt a Háttér, ezzel a magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Nézzenek bennünket akkor is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!